kerékpárút Nyírbátorban az iskola kezdésre elkészül a belterületi szakasz is. Segítség a hodászi romáknak, bérlakásokba költözhetnek és szakmát is tanulhatnak a rászorulók. Szurkolói ankét, a drukkerek is megismerhették a Kisvárda új edzőjét és játékosait. Folyamatosak a kerékpárút fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a cél kettős, egyrészt a helyben élők biztonságos közlekedését segíteni, másrészt támogatni a turizmust. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Kerékpárút épül Nyírbátorban is, kül- és belterületi szakasz egyaránt készül, amire a város és a szomszédos Nyírgyulaj összesen több mint 420 millió forintos uniós támogatást kapott. Az új szakaszt még az iskola kezdés előtt használatba vehetik a kerékpározók. Folyamatosan dolgoznak a gépek Nyírbátor határában. A várostól mintegy 4 kilométerre fekvő Nyírgyulaj irányában épül kerékpárút. A két település között gyakorlatilag már kész a beruházás, a Nyírbátor belterületén lévő néhány száz méteres szakasz hiányzik a befejezéshez. Nagyon fontos a város számára, hogy egyre több és több kerékpárút épüljön. A kerékpárútak alapvetően két célt szolgálnak, az egyik a települések közötti közlekedés segítése, ez az a beruházás, ami mellettünk zajlik, de ezzel párhuzamosan a településen belüli közlekedést is segíti egy másik projekt, ami szintén a, úgymondom, a legfontosabb közintézményeket próbálja meg összekötni, annak érdekében, hogy minél többen is biztonságosabban közlekedjenek kerékpárral. A Délnyírségben 2015 óta folyamatosak a kerékpárút építések. Az elmúlt években több mint 3 milliárd forintot fordítottak ilyen jellegű fejlesztésekre. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a jövőben sem állnak meg a fejlesztések. A cél, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, és létrejöjjön egy több száz kilométeres turisztikai kerékpárútvonal is. Kialakult egy elképzelés. Ennek a megvalósítása pedig most folyamatban van. A lényege az, hogy Debrecen, Nyírbátor, Máté szakasz, Szatmárnémeti kerékpárút az lényegében befejező stádiumban van. Ez a 471-es főútvonal menti kerékpárút építéseket jelenti a választókerületünkben. Lényegében a belterületi kerékpárutak építése történik a választókerületben, ugye Nyírmihályban hamarosan indul, reményeink szerint a közbeszerzésen túl vagyunk, Nyírgersin, Nyírbogáton, itt Nyírbátorban, és szeretnénk, hogyha ez egy egybefüggő szakasz lenne. A Nyírbátor és Nyírgyulaj közötti szakaszt teljes egészében várhatóan augusztus végén vehetik birtokba a kerékpározók. Augusztus 1-ig kell megkötniük a szerződéseket a nagyobb feldolgozóknak az alma felvásárlására. A dokumentumban a gyümölcsért fizetendő árat is rögzíteni kell. Azok, akik elmulasztják a szerződéskötést, akár több 10 milliós bírságra is számíthatnak. Szezon idején ide pakolják a beérkező almát a teherautókról a vásárosnaményi feldolgozóban. Innen kerül a gyümölcs az üzemi részbe, majd feldolgozást követően jellemzően sűrítmény formájában a hűtőtartályokba. Itt múlt héten fejezték be az ipari megy felvásárlását, most következik majd a vad és nemes bodza, valamint az alma felvásárlása. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több mint 200 tonna almát terveznek az adott évben feldolgozni, augusztus 1-ig írásos szerződéssel kell lefedniük a teljes feldolgozandó mennyiség legalább 60%-át. Az Austria Juice-nál évente 2-3 ezer termelővel kötnek ilyet. Már májusi időszakban elkezdjük ezen szerződéseknek a kötését, ebben az időszakban viszont igen nehéz, szinte lehetetlen a következő, előttünk álló szezonban lévő alapanyagár beslése, illetve meghatározása. Ezért ennek megfelelően az előző években az alapanyagára vonatkozó szakasznál szerződéseinkben napi árat említettünk. Ezt azonban egy törvényi módosítás miatt 2019-től módosítanunk kellett, és vagy fix, vagy pedig egy képletre számítható árat kell alkalmaznunk. Az előző két évben képletes árat, ebben az évben viszont fix áras meghatározást alkalmazunk a szerződéseinkben.
Idén augusztus közepén kezdődhet az alma felvásárlás szezonja. A termelőkkel kötött szerződések mindkét félnek biztonságot jelentenek. Utóbbiak ezáltal tudhatják, hogy biztos piaca lesz a terményüknek, és az árakkal is tisztába kerülnek. A feldolgozó pedig a várható termés mennyiség miatti bizonytalanságukat mérsékelhetik ezzel. A Vásáros Naményi cég ügyvezetőjét az idei kilátásokról is megkérdeztük. Az előzetes prognózisok, amik májusban készültek, igen jó csúcstermést jósoltak. Magyarországra mintegy 800 ezer tonna almát, ezt követően viszont május, június és július hónapban bekövetkezendett aszály, illetve a májusi kisebb fagyok hatására ez a termésmennyiség jelentősen csökkent, így egy átlagos vagy pedig egy átlag alatti évet jósolnak most a szakemberek. A felvásárlóknak tehát most vasárnapig kell megkötniük a szerződéseket. A kötelezettség betartását a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok ellenőrzik. Megszegés esetén 10 000-től 50 millió forintig terjedhet a bírság. 7 új bérlakás, valamint egy csillagház és egy csillagpont segíti a romák felzárkóztatását Hodászon. A településen élők közel fele él szegregátumban, számukra különböző oktatásokat is megvalósítottak az elmúlt években. A program célja, hogy egyre többen dolgozzanak és jussanak otthonhoz és biztos megélhetéshez. Így táncolnak a roma lányok Hodászon a Komplex Teleprogram projektzáró rendezvényén. A település 3400 lakójából több mint 1600-an élnek szegregátumban. Ezeknek a családoknak segít a program. 7 új bérlakást adtak át csütörtökön a településen. Ezeket olyan családok vehetik igénybe kedvezményes havi 25 000 forintért, amelyeknek legalább egy tagja dolgozik. A csillagházban közösségi rendezvényeket tarthatnak, a csillagponton pedig többek között mosni és főzni tudnak a rászorulók. 2018-ban egy komplex teleprogramra pályáztunk, ami két tételből tevődött össze. Az egyik tétele az volt, hogy hát az oktatás, a másik pedig az, hogy új építésű, illetve felújításos lakásokat tudjunk 7 darabot csinálni, és egy csillagpontot és egy csillagházat a szegregált élethelyzetben élő embereknek. A lakásokról annyit, hogy elkészültek, be is költöztek a családok, tehát azt végig dokumentáltuk. Tehát minőségi javulás történt ebbe a dologba, mert egy olyan energiaosztályú lakásba kerültek bele, ami az előző lakáshoz képest ugye több fokozattal jobb minőségű műanyagnyilázáros leszigetelt épületek. A teleprogram nem azt a célt szolgálja, hogy ajándékot kapjanak a rászorulók. A bérlakások ugyanis ideiglenes lakhatást jelentenek. A különböző oktatások pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy a szegregátumban élők munkához, ezáltal pedig állandó otthonhoz jussanak. Minden olyan intézkedés, amit végzünk, annak az alapja a mentális felkészítés, hiszen nagyon népszerű és látványos mondjuk egy-egy házat átadni. De a kevésbé látványos az, amikor mentálisan, erőteljesen felkészítünk egy-egy embert az élethelyzetének a javítására, és a cél az, hogy önmaga legyen képes változtatni a saját élethelyzetén, és a lakhatás, amit ebben a programban kapnak, ez egy átmeneti lakhatás legyen, hiszen a végső cél az, hogy a kormányzati különböző családpolitikai intézkedésekhez ők is hozzáférjenek, elérjék, és a csok támogatással akár saját otthonhoz is jussanak. Hodászon eddig nem volt probléma a romák és a magyarok között. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője szerint a különböző közösségi programok, valamint a községben induló új szolgáltatások tovább erősíthetik az itt élők szociális érzékenységét. Itt kapnak olyan mintákat ezeken ezekben az épületekben, ahol egy kicsit más lesz, egy kicsit a normakövetést próbáljuk gyakorolni, bár számomra mindig furcsa ez a normakövetés, hiszen a roma társadalomnak van egy saját normája. Ne akarjuk azt a miénkhez igazítani, a többségi társadalomhoz, mert másképpen szocializálódunk, más kultúrából jöttünk. Ők is magyarok, ők is keresztények általában, ők is szeretik a családjukat, és azt gondolom, ezeket a közös pontokat kell megfogni. És ezek az épületek, ez a komplex reprogram erről szól, hogy a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom hogyan tud együttműködni. Hodászon a különböző infrastruktúrális fejlesztéseket 200 millió forintból, míg a különböző felzárkóztató programokat és oktatásokat további 200 millió forintból valósították meg.
Jó hír az allergiásoknak, már Magyarországon is megjelent a főként parlagfűvel táplálkozó bogár. Ezek a rovarok akár 30-50%-kal is csökkenthetik az allergén növény pollen termelését. Sárgásbarna bogár, szárnyfedőjén fekete hosszirányú sávokkal. Így néz ki a parlagfűolajos bogár. A rovar Észak-Amerikából érkezett Európába, csak úgy, mint a gazdanövény, amely mára parlagfű nagyhatalommá tette hazánkat. Magyarországon a növény több mint 500 000 hektáron fordul elő tömegesen, jelentős károkat okozva a mezőgazdaságnak, az egészségügynek és a teljes magyar gazdaságnak. Jogos társadalmi igény tehát, hogy a szakemberek hatékony megoldásokat találjanak visszaszorításukra. Ebben lehet stratégiai fontosságú a parlagfű olajos bogár megjelenése, amely a világ több pontján már bizonyított. Milánó környékén stabil populációt alkotnak, itt évek óta folyamatosan csökken a növény pollen koncentrációja. Bár a bogár az polifág, tehát többfajta tápnövénye is van. Elsősorban valóban a parlagfűféléket, a különböző parlagfűféléket részesíti előnyben, és ezekben hatalmas dúlást tud végezni, tehát ahol elég erőteljes az állomány, ott bizony még a lombozatot, illetve a leveleket sem tudja rendesen kihordani a növény, olyan gyorsan elpusztítja őket, de nem csak a levélzetet, hanem a virágot is fogyasztja, ezáltal nagyon sok helyen akár 30-50%-kal is visszaszorul maga a pollen mennyiség, amit ezek a parlagfűvek megtermelnek. Tavaly Soroksáron észleltek példányokat, pontos elterjedésük hazánkban azonban még nem ismert, ezért a lakosság segítségére is számítanak a szakemberek. Magyarországon már találtak példányokat ugyan, de nem tömegesen, és ezért akár csak a szúnyogok esetében az Ökológiai Kutatóintézet, illetve a NÉBIH is várja a bejelentéseket, hogy ezt a körülbelül 5-7 mm nagyságú és csíkos, hát kis jó indulattal a krumplibogára hasonlító fajta, aki megpillantja, az jelezze. A kutatókat az is érdekli, hogy a parlagfű mellett milyen más tápnövényeket fogyaszt a bogár, illetve hogy a stabil populáció kialakulásával hazánkban is hasonló hatékonysággal tudja csökkenteni a parlagfű pollentermelését, mint tőlünk délebre. Nemzetközileg elfogadott segítségkérő kézjelzést vezetett be a rendőrség a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek számára. A kézmozdulat azt fejezi ki, hogy az illetőnek nincs lehetősége rendőrt hívni, de vészhelyzet miatt segítségre van szüksége. A rendőrség a társadalom fokozott figyelmét és együttműködését kéri, hogy észrevegyék a bajba jutott embertársaikat. Ez egy néma segélykiáltás volt. Első ránézésre egy egyszerű kézmozdulat, amely egyúttal egy nemzetközileg elismert vészjelzés is, amelyet a kiszolgáltatott helyzetben lévők használhatnak, ha nincs lehetőségük másképp a külvilág tudomására hozni. Bajban vannak és segítségre szorulnak. Maga a kezdeményezés ez Kanadából származik, és igazából ez a Signal for Help egy olyan kezdeményezés lenne, hogy a bajba jutottak, akik valamilyen úton, módon másképp nem tudnak jelezni az állampolgárok, vagy akár rendőrség felé, hogy ők veszélyben vannak. Ez egy lehetőség számukra, mert akár bármilyen fenyegetettség, vagy pszichikai, fizikai kényszer alatt vannak, és ugye nincs meg módjuk és lehetőség arra, hogy akár telefonon segítséget kérjenek. A néma segélykiáltás emberéletet menthet, de csak abban az esetben, ha a környezet figyelmes és értelmezni tudja az adott mozdulatsort. Ennek az egységes segélykérő mozdulat magyarországi bevezetésének is, hogy az eredményességéhez elengedhetetlen az, hogy a társadalom tagjai minél szélesebb körben megismerjék. Ugye egyrészt az is fontos, hogy magát a kézmozdulatot mindenki helyesen sajátítsa el. Maga a kézmozdulat az úgy történik, hogy kifele tartott tenyér, ugye, behajlítjuk vízszintesen a hüvelykujjat, és erre zárjuk rá a négy ujjunkat. Ez maga a kézmozdulat, a néma segélykiáltás. Tehát azon kívül, hogy ennek a kézmozdulatnak a helyes használatát szeretnénk, hogy az állampolgárok el tudnák sajátítani, emellett nagyon fontos az, hogy megtanulják, mik azok az információk, hogyha ez a jelzés érkezik, akkor milyen információkat kell átadni a hívás hivadó részére,
tehát az ingyenes egy hívható 112-es segélyhívó számon is. A néma segélykiáltás kézjelzése segítő jobbot jelenthet a megfélemlítésben élők számára. A rendőrség a társadalom együttműködését kéri, hogy a bántalmazó kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ne maradjanak többé segítség nélkül magányosan. Ha látjuk a jelzés leadását, hívjuk a 112-es telefonszámot, és értesítsük a rendőrséget a látottakról. A 6 távozó futballista helyére 5 új játékos érkezett nyáron a kisvárdai csapathoz. Az új szerzeményeket és az új vezetőedzőt, a portugál João Janeiro csütörtökön a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. A Kisvárda szombaton a Ferencváros otthonában kezdi a bajnokságot. Negyedik élvonalbeli idényére készül a kisvárdai csapat, amely a szokásos helyszínen a Besenyei Gimnázium dísztermében tartotta hagyományos szurkolói ankítját. A legutóbb 5. helyen végzett csapat keretéből Kornel Ene, Mihály Minka, Fernando Viana, Sassa, Kovács Réti Márk és Horváth Zoltán távozott. Az érkezési oldalon Német Márk, Nagy Mihály Krisztián, Cérna Erik, Jasir Asani és Jászmin Mesanovics neve szerepel. A szakmai munkát João Janeiro irányítja. A portugál tréner elégedett az eddig tapasztaltakkal. Nagyon sikeres volt a felkészülés, 7 edzőmeccset sikerült lejátszanunk, ez idő alatt ezeken a meccseken nagyon sok gólt sikerült szereznünk, viszont sokat is kaptunk, amit én pozitívunként értékelek, mert az azt jelenti, hogy támadó futballt játszottunk. Továbbá nagyon fontos volt számomra az, hogy megismerjem a játékosaimat. Ebben is segítségem volt ez a több edzőmérkőzés, nem csak a teljesítményüket a pályán, hanem azon kívül emberi képességeiket is. A hosszabb sérülés után visszatérő csapatkapitány Lukasz végig dolgozta a felkészülést, és véleménye szerint készen állnak a bajnoki rajtra. Nagyon vártam az a pillanat, hosszú idő volt egyedül edzeni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó felkészülés sikerült végeznünk. Nagyon hasznos 10 nap is töltöttünk Ausztriába, szerintem egybe van a társaság. Az újak is sikerült beilleszkedni hamar, úgy gondolom, hogy kész van a csapat. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, az előző szezon végén a fiatalítást tűzték ki célként, és az átigazolási időszakban tartották is magukat ehhez az elképzeléshez. Több mint 10 évvel lettünk a induló szezonunkhoz képest fiatalabbak átlag életkorban, és most már a helyi játékosok, az akadémiáról kikerülő játékosok is nagy számban jelen vannak a közvetlen keret meghatározásokon, illetve már edzéseken is. Az idén is lesz már olyan játékosunk, aki be fog mutatkozni az élvonalban. Minden posztra megfelelő létszámmal, talán a 2 szélső hátvéd egy picit ebben a tekintetben gyengébb, de ott tudunk átcsoportosítással megoldást találni erre a problémára. Támadósorban a középpályán pedig ragyogóan nézünk ki. Hát ott a vezetőedzőnek nagyon nehéz feladata lesz a csapat kialakítását, illetve majd kezdő 11-ét kijelölendően. A Kisvárda az NB1 nyitó fordulójában szombaton a Ferencváros otthonában lép pályára. I think the biggest pressure is for Ferencváros. Úgy gondolom, hogy az igazi nyomás az a Ferencvárosnak a vállán van, hiszen ők a regnáló bajnokok, és mi oda úgy mehetünk, hogy igazából nem rajtunk van a nyomás, hanem a Ferencvároson, ami egy kicsit mellettük szólhat, hogy ők már a Bajnokok Ligája sorozat miatt hamarabb fel tudták venni a versenyterhelést és a mérkőzéseknek azt a fajta ritmusát. A forduló további párosítása a következő: Paks Mezőkövesd, Gyirmót MTK Budapest, Budapest Honvéd DVSC, Zalaegerszeg Molfehérvár FC és Újpest Puskás Akadémia. Megvan a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 4. légiósa, 22 éves, 205 cm magas, 4-es, 5-ös poszton bevethető amerikai Alex Rees az egyetemi bajnokságban, az Alabama csapatában szerepelt. Legsikeresebb szezonjában 31 mérkőzésen 23 perc átlag idő alatt 8,8 pontot és 4,8 lepattanót átlagolt. Alex Rees leigazolásával teljessé vált a kék cápák játékos kerete. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Folyamatosak a kerékpárút fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátorban is éppen kerékpárút épül, kül- és belterületi szakasz is készül, amire a város és a szomszédos Nyírgyulaj összesen több mint 420 millió forintos uniós támogatást kapott. Az új szakaszt még az iskola kezdés előtt használatba vehetik a kerékpározók.
7 új bérlakás, valamint egy csillagház és egy csillagpont segíti a romák felzárkóztatását Hodászon. A településen élők közel fele él szegregátumban, számukra különböző oktatásokat is megvalósítottak az elmúlt években. A program célja, hogy egyre többen dolgozzanak és jussanak otthonhoz és biztos megélhetéshez. Jó hír az allergiásoknak, már Magyarországon is megjelent a főként parlagfűvel táplálkozó bogár. Ezek a rovarok akár 30-50%-kal is csökkenthetik az allergén növény pollen termelését. Július 30-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Pénteken este derült lesz az ég, gyenge marad a légmozgás, hajnalra 14 és 23 fok közé hűl le a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, néhol heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel. A szél északnyugatira fordul, élénk, helyenként erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap folytatódik a meleg nyári idő, a hőmérséklet hajnalban 16 és 22, a délutáni órákban 27 és 38 fok között valószínű.